Hát a 90%-a azt mondhatom, hogy ismerős arc, hiszen azok a játékosok voltak, igaz, volt távozó és voltak érkezők, de azt gondolom nem az én személyem a fontos, hanem a csapat a lényeg, hogy minél jobban játszom, minél több mérkőzés nyerjen, és amit 2,5 évvel ezelőtt elterveztünk, arra fel tudjuk tenni a pontot. Volt egy érdekes nyilatkozatod néhány héttel ezelőtt, azt mondta, hogy az Etos a bajnokságot, bajnoki címet csak elveszítheti. Jól idéztek az újságírók akkor téged? Valóban tényleg az Etos egyik legnagyobb esélyes itt a bajnokságban, hogy érzed? Én most is tartom ezt, hiszen azt gondolom, hogy nagyon jól lett összeválogatva ez a keret. Még ezzel mondom, voltak olyan játékosok, akiket lehet, hogy ide lehetett volna még hozni, és még erősebb lett volna a csatársor, de azt gondolom, hogy a Dudi, a Koltai, Tomi, és nem szeretnék kihagyni, de ezek ugye a Győriért azt lehet mondani, hogy saját nevelősei, azért most már egy érett játékosok benyomását keltik, és én azt gondolom, hogy igenis, ha a csapat olyan állapotban van, akkor nagy sansza neki van, és ezt nem más, hanem az Eto'o veszteti el. Ezért minél előbb rendezni kell a sorainkat, hiszen volt olyan 9 forduló, ha jól tudom, amin nagyon jól teljesített a csapat. Volt olyan 9 forduló, amin 4 győzelem, 4 vereség, 1 döntetlen. Tehát az első 9 mérkőzés szériát kell visszaállítanunk ahhoz, hogy újból megint sikeresek tudjunk lenni, hiszen, ahogy mondták, az igazgató is. Tehát én nem szeretek második, harmadik, szeretek első lenni, és szeretném, ha a csapat együtt ezt meg tudná tenni. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű feladatunk, de csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, senkivel, és még egyszer mondom, rendeznünk kell a sorainkat. Van-e valami, amit már most látsz, hogy változni fog, vagy korai még erről beszélni? Én követtem az Eto'onak a szereplését. Korai lenne még bármit mondani, hiszen teljesen más benyomás kívülről, és teljesen más benyomás, amikor személyesen látod az edzésen a játékosokat. Minél előbb fel kell tudnunk mérni, hogy hol állnak, milyen állapotban vannak, és taktikailag is mire lehetünk képesek, abból, amit mi annak idején tanultunk, abból mit lehet minél gyorsabban visszahozni.